Na, sziasztok, üdv újra itt. Elméletileg most már megy a stream. Dying Soul vagyok, üdvözlök mindenkit, és folytatjuk a Diablo 1 HD végigjátszást, remélhetőleg. Már azt sem tudom igazából, hogy hol hagytam abba. De azonnal itt állítgatok még egy kis hangot. Twitch-en úgy látom, hogy minden oké, okay, meg megy a stream is. Úgyhogy ezt nem piszkáljuk. Jó. Azt mondja, hogy arra emlékszem, hogy Warrior, normál, hát mert több mint egy hete nem volt egyébként. Azért nem volt se stream, meg semmi most, mert az Nvidia, képzeljétek el, hogy kiadott egy olyan drivert, ami így mindent tönkretett. Az 1070-es végámhoz ugye kiadott egy olyan drivert, ami így a másodlagos monitort nem tudtam vele használni, úgyhogy így ment a kukába az egész. Aztán sikerült végre szereznem egy olyan drivert, amivel működik a másodlagos monitor, úgyhogy most már újra látom a chatet, hogyha írogattok esetleg. Na, úgyhogy nyomjuk is tovább, mert az a baj, hogy még mindig nem tudom lejjebb nyomni az egeret. Azt láttam, hogy YouTube-on, azt mindjárt meg is nyitom, hogy írogattátok ugye azt, hogy a lehet gyorsabban futni a G-vel talán, de mindjárt megnézem. Hát én nem nagyon fogok így gyorsabban futkorászni, mégpedig azért sem, mert ez ilyen volt a D1, tehát ott nem lehetett futni, meg semmi ilyesmi nem volt. Szóval, nem tudom, ja, a G-t írtátok. 840611 GIF-id írta, hogy G-betűvel lehet így turbózni a dolgokat, de nem nagyon fogjuk, mert nem mindegy, nem fogjuk. Még egy annyit lecsekkolok gyorsan. Ja, minden jó. Jó. Oké. Okay. Szóval folytatjuk. Ennyi. Szóval G-vel. Hát a G-vel nekem ezt hozza fel. Ja, vagy itt lenne valami ilyesmi? Tom Walk Increase. Aha! 60%. 80. 100%, ja, hát, hogy így lehet futni a városba. Hát nem, ezt... Jó, már megijedtem, hogy nem tudom visszatenni. Jó, már legyen egy ilyen 20-as, egy ilyen kellemes gyors gyaloglás, de nem akarok. Monster Description, na ezt most bekapcsoljuk, azt még megnézzük. Combat Info Text. Ja igen, így akkor ki lehet kapcsolni, gondolom, ezeket a dolgokat is, amiket... Úristen, miért vettem én ennyi HP Potion-t? Ami volt velem? Már nem emlékszem rá, na mindegy. Visszamegyünk. Azt tudom, hogy azt megnéztem, hogy a... Ilyenkor, hogyha visszamegyek, akkor nem... Nem onnan folytatom, ahol abba hagytam. Nem egészen. Hol van? Ah, itt a waypont, azt hiszem. Ja. Tehát a szörnyek újra élednek. Ilyenkor sajnos. De legalább megnézzük, hogy volt az a, volt egy csóka, az csóka, volt az a, az a kecske, akivel lehetett beszélni. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy Crimson and Azure becomes the sun. Bicsett light radius növelt, vagy nem tudom. De egész jól bír. Nem! Revolution-né varázsolt az összes potimat. Ohohoho. A üdv az újonnan érkezett nézőknek. Most kezdtem el egyébként. SCG Punisher. Cső neked is. Örülök, hogyha tetszik. Ezt most azt mondtam, hogy a Diablo 1-et így egyébként is végig akartam tolni. De most pláne végig lesz tolva, mert elég sok végigjátszásba belekezdtem, és ott maradtak félbe. Úgyhogy... De a Diablo 1-et azt mindenképpen végig tolom. Tehát amiatt nem kell aggódni. Nem volt nálam arany? Lehet, hogy kitettem az összeset a ládába, már azt nem tudom. Szóval majd azok a nézők, akik esetleg kipróbálták ezt a verziót, majd hogyha írogatnak még ilyen tanácsokat, azokat szívesen elfogadom. Meg ugye így meg tudom mutatni, akkor a többieknek többi érdeklődőnek is így a videóban. De leginkább arra lennék kíváncsi, bár még igaz, rá sem kerestem én sem, hogy miért nem tudom ettől lejjebb vinni az egérkurzort. Nem megy lejjebb egyszerűen ettől, és nem tudok oda kattintani, és jó, hát így a skillekkel így tudok
változtatni, de így a bal klikre azt se tudom, most értem, hogy meg kell nézni a hotkeyt, hogy hogyan tudok a bal klikre is betenni valami más ilyen skillt. Húha! Ott kijön onnan ez a sok pucér csávó, az kemény lesz leverni. És még közben nyiloznak is. Oda az ajtóba kellett volna beállni, de... Ez meg egy elit? És hol van itt a monster description amúgy? Mert én nem látok semmilyen monster description-t. De ezt pedig bekapcsoltam. Full monster description. Nem tudom. Nem értem, hogy egyszerűen miért nem jelenik meg semmi, ott lenne a két skill közötti kis részen, ugye régen ott írt, hogy hány killt. Na mindegy, tehát hogy minél többet öltünk meg egy-egy monsterből, annál több infót adott. Hát, szóval vannak érdekességei még azért ennek a modnak. Azért megnézzük azt a blade-et, mert... Mert ez már egész jól néz ki, 4-től 12 hú. Hát igen. Hát igazából jobb. Vagy nem tudom. Abból kellene egy jobb. Tehát egy ilyen azonosítatlan. Amit lehet identifyozni. Ez egész jó. Hú, de kemények ezek. Miközben itt ellootolgatok. Nagyon sok csontváznyilas van itt, úgy látom. Nekik neki kellene menni. Small shield. Majd azt a shieldet megnézzük. Igen, az annak örültem még nagyon, hogy végre megtaláltam ezt a warriorhoz egy jobb cuccot. Egy jobb armort, és akkor ugye így sokkal jobban néz ki a warrior. A warrior végigjátszása se legnehezebb? Lehet, nem tudom. Igazából én mindig warrior voltam Dio 1-be. Tehát így kipróbáltam a mágust is, az az elején nagyon nehéz volt régen. Nem most, tehát ezek régi élmények. De... De én igazából mindig is ilyen warrioros voltam. A Diablo 1-ben, persze. Itt nagyon tetszett. Jó, akkor megiszunk egy ilyen potit, és annak eljére vesszük fel. Ó, szintet is léptünk. Hát szerintem... Nem is tudom mire, hát strength-re osztok most. Majd visszamegyünk, ott hagytam egy town portal scrollt, mert nem is tudom, hogy van-e nálam. Ja, van egy. Jó. Ezekből meg full revelation lett. Nagyon durva. Ja, itt a izé! Na ezzel akarok már beszélni, ezzel a buzikecskével. Ja, most békén kell hagyni egy kicsit. De visszajövünk majd hozzá. Ez a szürcsölő lény, basszus. Kis... Négy lábon járó kis bizbasz. Na. Á, frankó ez a 8 irányba mozgás. Na gyere ide. Familiár, nem jön ide. Ez az. Something for you I am making. Again, not kill Garbad. Live and give good. You take this as proof. No, és akkor most adott cuccot. Aha. És akkor csinálja nekünk az egykezest, amit persze nem fog majd ideadni, mert azt mondja, hogy túl jó lett nekünk. És majd akkor neki megyünk. Na, Book of Fireball. Azt meg is tanuljuk. Large Axe-ot. Ide kihaigálom, mert ide úgyis visszajövök. És nem tűnik el szerencsére a földről. Ja. Large Axe-ot fölvesszük. Na gyertek ki. Van amúgy valami trükközés, azt hiszem. Itt ezzel a Garbaddal, hogy... Nem is tudom, mit kell csinálni, és akkor nagyon gyorsan lehet vele beszélni. Most mint hogyha többször fagyasztana a fegyverem, vagy nem tudom.
Book of Circle of Ice. Úristen, mennyi könyv. Hát mi ez itt, kérem szépen, Book of Lightning. Jó, azt meg tudjuk tanulni. Tom Portál, azt is megtanuljuk. Csökkenti a szomban a követelményét. Circle of Ice, hát az még egy kicsit majd később. De lehet itt haza is kéne tépizni, hát nem tudom. Itt is van mondjuk már egy ilyen sárga fegyó. Mindegy, beszélünk vele hátha. Aha, túl jó nekem. Na? Úristen, mennyi ideig kell ezt megint csapákolni. És ezzel? Hú, hát ezzel közel sem olyan jó szerint. De ezzel kinyírtam. Mi is egy ilyen leather armort kapok? Nem tudok többet betenni az invbe. Viszont most ide kidobálom és hazatépézek. Akár így, akár úgy. Mert ezeket meg akarom nézni, hogy ezek milyen cuccok, mert hogyha sokkal jobbak, akkor nem kell ennyit itt szenvednünk. Cap. Nekem milyen capem van? Hát egy ilyen szar. Mindegy. Tényleg tudok vajon Tom Portált nyitni? Aha, tudok bizony. Ó, hát egy nagyon jó. Hát így könnyű. Ja. Majd felszedem ott úgyis a földön egy manapot, és akkor így megmarad a Tom Portált tekercsünk is. Meg úgy minden. Lehet, hogy kipakolok ide most egy pár ilyen potit, hogy túl sok ez, vagy kicsi az inventory amúgy, tehát hogy gazdálkodni kell vele itt, az tuti. De most úgy érzem, hogy túl sok poti van nálam. És úgy is fog esni azért, remélem közben. Ja, ezt eladom szerintem, hogy ezt az egykezes blade-et. Csak identify. Jó. Na milyen lett 6-tól 16, ez milyen is 8-tól 21, hát a sokkal jobb. 3 minden attribútumhoz, az mondjuk nem olyan rossz, meg chance to hit plusz 11, az is jó, könnyebben eltalálja az embereket. De hát ez plusz 1 minden attribútumhoz, hát ezt eladom. Ez még mindig jobb szerintem, hát a damage-et nézem most elsősorban. Ez meg 19-1 a mágiához, 19, ah, hát ez sokkal jobb. Plusz 2 minden attribútumhoz. Na hát akkor már cseréljük is le. Na most megint így fogunk kinézni, de igazából még az sem bánunk. Tök mindegy, hogy nézünk ki, csak jól írtsunk. Ezt mennyiért venni? 3100. Ezt még drágában veszi. Emiatt lehet, hogy értékes ez a plusz akármennyi minden attribútumhoz. Azért végül is megtartatnám, hogyha mágiához kellene ez a plusz akármennyi, plusz 2, akkor ezek két mágiát nyerhetnék a minden attribútum miatt, de nem fogom megtartani. Amiatt hülyeségnek tartom. Majd biztos esik még olyan cucc, ami ad a plusz mágiához. Tehát közben itt végezt után töltöm. Na, igen. Ennyi volt, ugye? Ja, Adriához most nem menjünk. Ú, a goldot viszont azt kitesszük, mert ha meghalunk, akkor az szumi. Lehet menni megint keresni, hogy... Ú, van itt egy csomó. Nem ezt nem tudtam megtanulni? Jaj, mert hogy feltettem ezt az armort, és akkor így már meg tudom tanulni. Aha. Oké. Akkor ezeket most szépen így. Meg gondolom ebből kettő volt aztán. Na mindegy. Na így jól vagyunk. Amuletem még mindig nincs. Az nem lenne rossz, hogy... Ah, meg van egy szett cuccom. Ez az. Ez szett cucc. Jó. Jó, egy pillanat. Itt még egy kicsit állítgatnom kellett. Jó. Manapoti. Bár mondjuk a manámat is feltöltötte Pepin. Nagyon egy rajcsávó ez a Pepin. Hát ide majd szerintem visszajövök később, hogyha nem lesz nagyon potim.
ezeket itt hagyom. Még egy ilyen könyv. Itt ugye nem hagytam bent könyvet, mert azt hazavittem magammal. Ja. Nézzünk csak szét erre felé. Hát vissza kellene nézni a bácsörhöz, mert ugye az előző részben nem tudtam azt kinyerni, mert nem volt ott egyszerűen. Úgyhogy lehet, hogy vissza fogunk látogatni hozzá. Már nem is tudom, hogy ő a hármas vagy a kettes szinten volt. Hogy honnan lenne egyszerűbb menni. Book of Inferno. Úristen, mi van itt? Nagyon sokan vannak. Leorikhoz is ez kellett volna, tényleg. Leoriktól is elmenekültem. De, de még visszanézhetünk igazából. Hát nem volt gír, muszáj volt elmenni. Most már nagyjából van. Mennyi ilyen repkedő cucc van. Nem bírom felszedni a goldot, mert elrepülnek, meg visszarepülnek utána. Halljatok csak ki. Igen. Hú, itt is van egy könyves szekrény. Hú, ide akkor be kell nézni. Hú, hát itt is van. Miért vannak itt kinyitogatva ezek az ajtók? Illetve ez. Már jön egy elit, ide látom. A Firewall. Oda egy Firewall-t most csak betolnék, nézhetnének. Lehet ki is próbálom. Hol van? Firewall? Nem sikerült, vagy mi? Na úgy. Haha, égjetek. Mondjuk ez azért így egy kicsit pazarlás, de úgyis van. Ácsi. Mi az? Piros a kardom. Na, dupla V. Akkor menjünk fejszével. Quilted armor. Wow. Sárga gyűrű! Hát mi van ma? Mi van? Mi double drop rate? Vagy mi van? Sárga gyűrű. Na kíváncsi leszek rá, sárga gyűrűjére. Úristen. Ki? Itt álljon. Úgy bizony. Ez lassabb, de tényleg egész jó damage-e van azért. Nem is olyan rossz, mert így, hogy többet csapákolok vele, látom, hogy vannak itt azért nagyobb damage-ek is. Hú, ezt a Scroll of Inferno-t innen kivesszük, mert annak ott semmi keresni valója nincs amúgy. Hol veszel ilyen együtt és egy ilyen csonté? Hát, valamikor kettő. Valamikor három. Hát gondolom, nekik is más-más a HP-juk. Mindjárt haza vagyok, komolyan mondom, ez egy rakás upgrade. Hol van? Skillből. Hát még azért fér ide. Csak ezt az a leather armort azt nem viszem, az a szerintem felesleges. Keves. Olyan hangot hallottam, mintha itt kinyílt volna egy ajtó, hogy szétvertem ezt a... Aha! Ez! Ez nyílt ki. Itt is jó, gyertek csak kifelé. Vannak még? Mi ez itt meg armor rack-ek vannak? Hát a Diablo 1-ben nem is voltak ilyen armor rack-ek.
Weapon rack. LOL. Hát mi ez? Short sword. Ez nagyon durva. Onnan jöttem, ugye ott van a waypoint. Csak ezt a részét nem láttuk a mapnak, de ahogy elnézem, itt fölfelé lesz majd valami továbbjutási lehetőség. Úgyhogy előtte még ide lent fogunk körülnézni. Scroll of Tomb Portal. Az lehet, hogy azt használjuk el amúgy. Ja, itt a lejárat. Hoho! Akkor mégiscsak itt a továbbjutási lehetőség, ahol visszafelé nem tudom mi van. Na, gyertek. Cic. Úgy bizony. Mit ezzel a bárdal gyorsabban kinyírnám őket, mint a kis... Hoho, megtaláltuk a Tavern Sign-t. Hohoho. Már azzal a questtel végeztünk? Jaj, azt lehet, hogy már azzal végeztünk, csak most kidobta megint. Melyik is volt? Q betű? Butcher? A Butcher még nincs meg, úgyhogy arra vissza kell menni, mindenképpen visszanézünk meg. A Tavern Sign akkor az már megvan. Azt azért nem veszi föl. Nincs rá quest. És így föl sem veszi. Jó. Itt a 5-ös szint van. Úgyhogy fölfelé megyünk mégis csak ide, majd akkor jövünk vissza, amikor majd menjünk tovább a következő pályára. Ja, itt egy ilyen chest volt. Néha így nem tudom, nem annyira jól látszik így a terep, hogy mi az, amire ráviszem a kurzort. Egy kicsit körül kell nézni, mi van. De lehet, hogy csak a monitoromnak van levéve a fényereje, majd mindjárt lecsekkolom, csak ezt, hú, azt itt ki kell tisztítani, mert tele vannak ezekkel a nyilazós csontvázakkal. Megjavítani tényleg azt el ne felejtsek, hogyha azon vagyok, basszus, mert mindig elfelejtek. Pedig eszembe jutott akkor is, csak nem mondtam, hogy kéne javítani. De mennyivel jobb amúgy ekkora armor klasszal, ami már ugye ezek az új armorok adnak. Nagyon durva. Eddig csak úgy ettem a HP potion-t, most meg szépen el vagyok. Ó, még így izé, ellök. Ellök az elnök. Na. Ezeket nyissuk csak ki. Ó, itt lesz egy... Már azt szerintem elolvastuk azt a könyvet. Az előző részben, de azért megnézzük. Szar így igazából, hogy újra spawnolnak, mert így egy kicsit emiatt több idő végigvinni a játékot. Egy picikével. Több idő. Hogy újra ki kell nyírni mindent. Régen meg, hogyha valamiért vissza akartunk menni, akkor csak visszaszaladtunk, mert ugye nem voltak. Honzták sehol. Healador. Meg tudom vajon tanul? Ó, jó. Ezek a csapdák egyébként még mindig kikészítenek, hogy rengeteg van belőlük. Ó, kinyitottam ide is egy csontit. Azért sem foglalkoztam annyira eddig ezzel az íjásszal, amit lent volt, mert alig talál el. Szegénykém. All praises to Diablo, Lord of Terror and survivor of the dark exile. When he awakened from his long slumber. Na, ez már megvan szerintem, ez csak Diablo-ról volt egy ilyen kis irodalom. Pú, na ezt most hogy csináljam, hogy... Hát hazaviszem ezt. Lesz, ami lesz. És akkor meglátjuk. Hogy milyen az a bow, mert igazából az a club az csak három helyet foglal, azt még jobban fel tudom venni, hogyha most úgy is volt annyi helyem, hogy egy hármas.
Úgyhogy mindjárt be fogunk nézni Pepinhez is ezt az Infernót, azt még nem tudom, ezeket a scrollokat össze fogom gyűjteni, aztán majd elviszem az egészet így Adriához, hogy adjon érte valami kest. Na, ezeket a könyveket ide szépen bepakoljuk, úgy. Ezeket meg ide gyűjtjük emellé. Healinger Scroll az még maradhat is. Egy ilyen full manát is kiteszek ide, meg ezt az Infernót. Jó. Na. 1500 gold. Az előzőleg úgy elfogyott a goldom, mint az állat. Most meg ugye ez egész jól van. Oké. Minusz 2 damage az ellenfelektől, plusz 5 vitality és 10% chance to hit. Ez nagyon jónak tűnik. Aha, ennek a helyére fogom feltenni. Sokkal jobb. Ez is minusz 1 damage az ellenfelektől. Nagyon jó cucc ez. Ezeket meg közben megnézzük, ezek úgy olyan. Hey, Griswold hol van? Ah, már megint Pepinnél iszogat. Na. Azt mondja, hogy kettőtől akár, a javítást már most rányom. Nincs sem elég gold. Te durva. Most már van. Jó. De kevésért veszi ezt a izét, szetitemet tök durva. Mindegy. Az egy fos, ez kettőtől hétig sebb ez amúgy. Weakness. Na. Sok, az jó. De még nem nyilazom, meg plusz 2 mágiához, ami nem érdekes, mert ez 2-t ad mindenhez. Úgyhogy ezt még megtartani sem éri meg. Úgyhogy kb. Ennyi. Meg felhíráltattuk magunkat. Most nincs álomban napot, így ja, itt van egy, csak azt kiveszünk ide inkább. Így. Jó, váltunk is vissza. De jó ez a Revelation Potion, mert így a manámat is fel tudja tölteni. Na, merre is megy? Ja, itt lát, itt körülnézünk még. Na, így kell kikerülni a nyilat. Odafenn szerintem már nem lesz semmi, de azért benézünk még. Ha itt a level 3, akkor vissza is megyünk, amúgy Leorikot megnézzük, vagy Bachert, vagy nem tudom melyikük van a 3-as szinten. Gyorsan megkeressük. Kis follenek. Itt mi van? Itt egy HP töltőkút. Most lehet nem is fogom nyitogatni ezeket a cuccokat, sőt gyorsan végig rohanok csak. Csak itt még ezt bederítem, hogy lássam, hogy meddig tudok menni. Hogyha esetleg eltévednék. Ide benézünk. Hát ez csak egy kis szoba. Be is zárom. Lehet arra... nem tudom, merre kell tovább. Mi ez, hogy tüzes nyíl? Na, Leorik. Csináljunk már egy olyat, hogy... igen. Ide akarok nyitni egy portált a biztonság kedvéért. Meg amúgy nem raktam ki a pénzem, de mindegy. Tüzes csontvázak! Hát ez mi? Lehet vissza kellene mennem azért a Revelation Potion adagért, amit ott hagytam. Az előző szinten. Meglátjuk, hogy azért mire lesz elég az a mennyiség, ami nálam van most. Lehet, hogy nem sokra. Most én csak itt akartam kitakarítani, de ezek utánam fognak jönni a halálba is. Ezt már most tudom. Most mennyi mob. Na jó. Ezekkel a nyilasokkal kezdjük.
Ajtókat nem nyitunk ki, csak ami ki van nyitva, azt fogjuk elintézni. Rengetegen vannak itt. Még itt vannak ezek a láthatatlanok is. Felüket nem, felét nem is látom, hogy kik azok, akik itt vannak. Na, ritkuljatok csak. Mikor jön a varázslóval valami jó kis kasztot itt benyomni, valami jó skill. Na, azért fogynak. Na jó. Leorik ott nagyon sokáig öltem amúgy korábban. Shortsword. Jó, őket meg már lehet, hogy ott hagyom, ezek már csak nem jönnek el ilyen messze. Viszont itt még muszáj lesz körül nézni. Itt e körül szerintem, mert innen ki fognak jönni rám, nem? Szes! Oh. Egy sárga. De durva. Jó. Na, azt mondja, hogy poti, hát ennyi potén van, ez rohadtul nem lesz elég Leorikra szerintem. Mindegy. Na, és akkor ide, ide megnyitunk egy ilyen portált. A jó szar helyre nyitottam pont e felé. Mindegy. Dark Pact. Ez vajon milyen? Ja, az manából, vagy HP-ból csinál manát. Azt hiszem. Na, most hát, ha már ilyen egy-egy ütéssel is solo feelinget eltoljuk. Hát gondolom, sokat adtam a strengths-re aztán, ami attól is, is erősebb lettem. Fú, csak Leorik itt le fog nekem idézni egy halom csontvázat. Hát még ezek is sokáig bírják. De úgy hátulról közben nyilaznak, előről is nyilaznak, mindenhonnan nyilaznak. Mindegy. Ezt kinyitottuk, igen. Roll of Resurrect. Na. Úgy bizony. I can't get there from here. Van egy kis chest. Vagy almor. Meg van a poti. Csak kár, hogy Leorik olyan genyó, hogy ő így leszedi így a manámat is. I can't get there from here. Igen. Mi lenne, amúgy ezt nem tudom, hogy ez mennyi manába kerül, hogyha előtte őket így egy kicsit megpörkölném. Nincs több mana. Még van nálam mondjuk egy pot ide, azt most sem akarom elhasználni. Fú, na lássuk Leorikot. Papa. Hogy áld? Már robbantja a csontvázakat. Nagyon jó. Gyere ki, cic, cic. Gyere ki, cic. Jó, ez nem lesz jó. Nincs itt egy ilyen ajtós hely. Jó, hát itt meg magamat szopatom be, hogyha oda beállok. Esetleg, hogyha... Nem. Nagyon erősebb tosz rajtam még mindig. Nagyon sok csontvásza van, az a baj. És támasztja őket fölfelé. De ha talán egy párat így kinyírok, akkor utána... Ó, te! Hát állandóan toszigál.
Most már azért sokkal kevesebb szer talál el engem. Beállunk ide a fal mellé. Igen, ezért sem tudok az ajtóba beállni, amúgy mert ellök. De itt egész jó itt a fal mellett. Kezd elfogyni a HP-pot, illetve revelation-a. Jó Isten, Leoric papa, miből vagy? Itt egy kicsit nehezebb amúgy kigyérni, mint D3-ban. Kasztoltam egyet, és még így megállt a karakterem. Nem lesz jó, hogyha így körbevesznek ezek. Na jó, egy kicsit most mozgunk. Ezeket gyorsan bepattintottuk a... oda. Mindig olyan rossz oldalról jön nekem. Úristen, mekkorákat üt rajtam. De meddig kell ezt ütni? Már az előző részben is addig ütöttem, hogy már meguntam. Nem tudom, meddig kell így csapákolni. Végre. Na, most az összes csonti futhat. Miért majd felveszem a többit, akkor jövök kifelé. Megkaptuk a koronáját, ho-ho-ho. Azt hiszem valami ilyesmire csinálták meg a Diablo 3-ba is. Az egyik ilyen, ilyen cuccot. Elkaplak úgyis. Jaj, de még a trónterembe benézünk azért. Hát azért ez kemény volt ez kinyírni. Na, a pajzsomat már lehet is menni javítani majd. Crucified skeleton. Hát egy ilyen megfeszített csonti. Hát ez is valami champion elit, nem tudom micsoda. Még ezeket itt kinyírom azért. Hát ha van még itt is valami. Na, itt ez a kriptája, neki koporsója, nem tudom milyen. Azt hittem már itt mindegyikben ilyen észé lesz valami elit csontváz, de nem szerencsére. Na majd ezután is, ezután a csata után biztos megint majd ilyen ezreket fizethetek javításra. Nem is tudom, mennyi pénz van nálam. Milyen jó kis fiókok vannak ott. Még van egy ajtó? Milyen ajtó van itt amúgy? Ez ilyen csontváz automata féle ajtó. Ez mit ár? Most se tudom mekkora itt a damage-e. Na még itt van három láda. Small chest, ohoho! Adria majd fizetni fog ezekért, az tuti. Hát hogy vigyem el én ezt? Mondjuk úgy, hogy ezeket a szarokat kidobom ide. Ezt a staffot ez biztos, hogy el kell valahogy hozni. Megoldjuk, megoldjuk. Azt mondja, hogy ezt ide teszem. Hát az axot azt már nem tudom elhozni, az a baj. Hát ez úgyis ilyen. Mondjuk ezek a klábok se érnek sokat. Ha mindegy, ezt most lehet, hogy itt hagyom. Vagy van nálam Tom Portászról? Van, de végül is kint is van egy. Na mindegy. Nem akarok járkálni, nézem, hogy így milyen.
Ja, itt nem növeli, ez csak a városban növeli amúgy. Ja. Még Butcherhoz is visszamegyünk amúgy. Benézzünk, mert neki is kell a gyűjteményembe a bátya. Itt is van egy Lajax. És két cuccért lehet, hogy már vissza fogok jönni. Meglátjuk. Bár mondjuk nem sárgák, csak kékek, úgyhogy sok pénzt nem érnek. Ennek már megint felkiáltójá van a feje fölött. Na, ezzel gyorsan. Így kell gyorsan beazonosítani. The tragic fall of Leoric was a harsh blow to this land. The people always loved the king, and now they live in mortal fear of him. The question that I keep asking myself is how he could have fallen so far from the light. Jó. Griswold papa. Gyere ide. What can I do for you? Na, azt mondja, 6-tól 10-ig. Nem jobb. Chance to it. Milyen páncélok vannak itt, egy jó isten. Jól néznek ki azért. Azt meg kell hagyni. Leoric sapkája. Armor class 8. Ó, nekem meg ilyen szarom van. Hit steals 5% life. Akkor life steal-es sapka. Ohoho. Hát akkor hiába Magic Find-os cuccos sapka volt az, azt eladom. 1-től 4-ig, 1-től 12 lightning damage. Hát végülis 11. Hát ezt kipróbálom. Very fast attack speed, ez meg csak fast attack speed. Na, megnézzük. Mondjuk ez meg cold damage, meg a light radius-t is növeli, meg fire resist is, hogy... Hát nem tudom, mondjuk ez is növeli a light, hát cold resist... Kb. Ugyanott van mind a kettő. Ez viszont egy kalapszar, a dyslexia kardja. Ez mi? Armor class 3, armor class 5. Ez tölti a manát 3-at a strengthhez. Hát ez egész jó. Azt kell mondjam. Cold resist. Fajj! Nem jó. Ezt el lehet itt, el neki nem lehet eladnia. Jól gondoltam. Na, ez egy healing. Mana. Ez is healing, az maradhat éppen. Infernót azt kitesszük. Meg ez is egy healing. Jó, most itt nem fogok amúgy healing potion-öket venni, mert szerintem ez elég. És mindent megjavítunk. Szerencsére most volt rá elég pénz. Még itt is vannak, mik a... Vagy ez haza... Ja nem, ezt kipakoltam. Ezeket a revelation-öket. Hát valamikor lehet el kéne menni Adriához. Ez plusz 2-t ad mindenhez. Nem tudok vele könyvet olvasni. Se baj. De ezeket akkor ide kipakolom. De na lassan már tényleg el kell mennem majd Adriához. Ezt meg eladom. Szerintem. Ja, ezt eladom. Hát ezt a kisbökölt meg lehet kipróbálom most. King is past, but I fear that it was only part of a greater evil at work. Ja igen, hogy megöltük Leoricot, most hálálkodik. Illetve attól fél, hogy még mindig nagy sötétség uralkodik itt. Nem adott semmi rewardot, vagy ez nem kellett, vagy itt elég volt ennyi, hogy megkaptam ezt a... A Butcher még mindig megvan, meg a Magic Rack.
I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdom passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to Earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it. Ezt a Magic Rákot már nem is tudom, hogy hol lehetne megszerezni. Mindegy, meg kell keresni a kettes szintnek a lejáróját. Közben gyűjtünk HP potit is. Ja, itt van Healing Potion. Hú, de gyorsan üt ez a... Hú, ez nagyon gyors. Lehet, hogy vissza kell... Á, nem megyek most már visszafelé. Nem guberálok össze most már mindent, amúgy nagyjából jó a gír. Majd, hogyha szar lesz. Gyere csak ide. Egész hatásos amúgy, és nagyon gyorsan üt. Az a legjobb benne. Na, itt egy elit. Ó, nagyon gyorsan letarálta. Nagyon kemény. Jó, jó, jó ez a kis dagger. Most ezt fogom szerintem használni. Gyere ide. Paf. Nem ilyen együttés egy halál, de... Nagyon gyorsan üt, és meg tudom őket szakítani így abban, hogy bármit csináljanak ellenem. Hol van itt a lejárat? Vajon a másik szinthez? Csak be akarom deríteni, hogy lássam a mapon, hogyha keresem a lejáratot, hogy erre nincsen tovább. Hát akkor megyünk fel valamerre. Ez milyen szoba? Hát itt úgy látom nincsen semmi, úgyhogy ezt be is szárom. Most erre nem megyünk. Bacsert nagyon meg akarom ölni. Jó ég, mennyien vannak itt. Nem vagy erre. Jó, hogy ez is egy ilyen izé elit. Mi durva meg van csinálva, alig látszik amúgy. Végre meg van. Itt aztán van loot. Ez mi volt? Ja, szintlépés. Már elfelejtettem, hogy ilyen a hangja. Mindjárt adunk rá, csak ezeket itt muszáj vagyok kinyírni, mert itt nyilasznak már mióta. Itt is mennyien vannak. Ez csak azért nyitom ki, meg csinálom meg, mert ez egy könyves szoba. Gyertek, gyertek, gyertek. Na gyertek, gyertek csak. Mégis sárga bóvot is kaptam. Mindjárt mehetek haza, mondani akartam. És tényleg. Nem baj, végül is kell a gold, meg nagyon drágák a cuccaimnak. A javítása nagyon drága. Throw of healing, ezeket ide berakom. Még talán valami felfér. Ah,
Azt a Healadort megtanuljuk. Az Axe-ot meg betesszük oda. A Firebolt, azt is meg tudom tanulni szerintem. Ja, még addig megyünk tovább, keresünk az átjárót. Meg itt mire adjak? Vitality-re is kellene lassan. Lassan. Hát adok Vitality-re. Mert kell. Ja, ez Zsák utca. Csontit kinyírjuk. A muszáj vagyok hazamenni. Nincs mit tenni. Ja, itt minden cucc. Ez... Ennek meg van charge-a. Amit úgy tudok vele kasztolni. Úgyhogy muszáj itt hazamenni. Hát ezeket jól kinyitogattam. Jó, nyitunk egy TP kaput manából. Szigorúan. A kíváncsi vagyok, hogy itt mennyi, azt mondja, hogy most van nálam 4800 gold, mennyire jövök ki azonosítással, meg eladással és javítással együtt. Bár most nem voltak olyan nagyon nagy fájtok, meg viszonylag gyorsan visszajöttem most. Hát ez egy szar. Pláne nem érdekel a bó, azokat alapból adom el, nem nyilazunk most. Mágia ellenállás, Lightning, ezt még el is tenném Diablo-ra, hogyha az lenne a helyzet, hogy még Fire Resit adna Lightning helyett. De így nem. Így nem olyan. Hely, de jaj, de. És most viszont már elmegyek Adriához, mert amúgy is beszélnem kéne vele lassan, hogy mi van. De csak úgy. Egy manapot itt elég, az, hogy ezeket elvisszük magunkat. Róla félünk. Még azt egyelőre meghagyom. Ezt meg pláne eladom Griswold papának. Nem is tudom, miért van még itt. Az a kis kláb, azt is valamikor így félretettem, mint most a eddig használt kardomat. És inkább most azt csinálom, hogy kipakolom már most az aranyomat. Az egész frankóban megdupláztam azt a pénzt, ami nálam volt. Hát megint bejött egy ilyen majdnem 5000 ebből a kis cucceladásból. Illetve ebből már nem fog visszajönni ezeket, amiket most eladok. Az abból befolyt pénzt, azt most nem fogom kitenni a ládába. Ezt is el lehet adni, ezt a Resurrectet, a Tomportál marad, a Healing az marad. Többit azt mindet el lehet adni. Trade. Na. 281. Azért meg se érte ide jönni. 610. 27. A Frost Shard. Hát az úgy néz ki, nem nagyon megy. Azt hittem, hogy többet fog adni ezekért a cuccokért. Ezek szerint nem. Hát nem tudom. Na, nem tudom neki így eladni. Inferno. Jó, hát 1168 arany. Még azért megérte eljönni azért ide. Annyi pénzért. Tényleg amúgy, eszembe jutott valami. Ahelyett, hogy itt keresem a teleport a harmadik szinten, a második szintet, lehet egyszerűbb átmenni a B-ponttal. Mert azt hiszem, itt van a második szinten az a fattyú, Butcher. Jaj, javítani elfelejtettem megint, hát igen. Nem baj, majd legközelebb. Butcher papa így is kemény lesz, lehet haza kell menni majd HP potionért. Identify. Na. Valamit majd legalább be tudunk egyből azonosítani, hogyha felvesszük. Dark Pact már megint. Milyen Protection Shrine. Your skin hardens. Hát, biztos kaptam valami, nem tudom mit. Valami Vitality-t, vagy Armor Class-t, vagy valami ilyesmit. Jó, ezt most bezárjuk, amíg ezekkel harcolok.
látom, itt van egy elit csont is. Na, az egész jó volt. Jó, jó, jó ez a gyors kacor. Gyors degör. I can't get there from here. I can't get there from here. Na, gyertek már. Ezekre rá is lehet menni, mert ezek úgyis szétszaladnak állandóan. Úgy. Csak hogy haladjunk egy kicsit. Hát azt a képet erre lehet nem is fogok pénzt pazarolni, mert itt 100 gold a beazonosítása. És még az Identifies-ról sem nagyon pazarolom rá szívesen, mert... mert nem ér annyit az a cucc szerintem. Na, hol van bácső? Ez egyes szinten lenne? Esküszöm, nem tudom, hanyos szinten van az a rohadék. De meg is lepődtem rajta, azt tudom, hogy olyan korán találkoztam a szobájával, csak már nem tudom, hogy hanyos szinten volt. Meditating. I can't get there from here. Ja, gondolom ez ilyen, azért mana cucc volt, mert az ilyen spirituális erőm visszatöltődik gyorsan. Created armor. Hú, de sokan vannak itt. Körülöttem. Ez is elit. Nem. Ezt a Quilted Armort azt azért elvisszük. Ez is egy Spiked Club. Na, azt mondom, nem is kéne, vagy nem tudom, mit kéne csinálni. Ezek szart nem érnek az a baj, tényleg nem éri meg beazonosítom, mert beazonosítom, az érnek 67 pénzt. Én meg elköltök rá 100 goldot, hogy ez volt. Na végre. És ennyi volt a durability-e a kis degőrnek? Már sárga? Mármint, hogy elhasználódott. Ez nagyon durva. A potit azt felcsípjük. Ez, na! Ah, itt vagyunk bácsőrnél, nagyon király. Azért előttét egy kicsit takarítani muszáj, mert... ó, főleg úgy, hogy még elitek is vannak. Haza kell ezt mennem bácsör előtt, vagy nem tudom mit csináljak, mert be fog szarni a kis teggöröm. Lehet, hogy bácsört megkombózom egy olyannal, hogy egy tűzfalat oda beteszek. Ide nyitok egy teleportot mindjárt. Ó, még mindig csak jönnek, meg jönnek. Jó. Tehát, hogy olyasmit kéne itt csinálni, hogy... ez healing. Ennek a helyére teszek be ide manát. Nem is ezt majd az inventory-ból itt megnyitom. Csak hogy ide egy ilyen tomportálos cuccot használok el. Aaaaaj! Titeket már ezelőlek meg, csak hogy maradjon még egy kis durability. Mindjárt megnézem mennyi van a deckről. De jó, hogy itt is van egy ajtó. 6-16 boló, hát az még ki kell, hogy bírja szerintem. Ne, és akkor ide beteszünk valami... hát nem is tudom, mi lenne a legjobb bácsör ellen. Hát csak ez a tűzfal, szerintem. És megint nincs itt. És még mindig nincs itt. Ez szerintem full bugos, vagy nem tudom. Nagy be itt felkészülök a bácsör elleni küzdelemre, erre nincs itt. No.